Molnárné Gyürki Erika asztrológus elmondta, hogy februárban befejeződik a nyúl éve, és belépünk a fa sárkány esztendőbe. Utoljára 1964-ben volt ilyen év, mely történéseit érdemes visszaeleveníteni, mert hasonló értékek kapnak fókuszt idén is. A sárkány éve szereti az eredetiséget, az eredeti dolgokat. Tehát ez az egyik, amire törekedni kell, hogy önbizalom, eredetiség. A másik ugye az igazság, az igazságérzete. Harmadrészt a sárkány nagyon nagy lelkű állatjegy. Tehát amikor Buddha maga elé hívta az állatokat, akkor a sárkány negyediknek érkezett. Nem azért érkezett ő negyediknek, mert nem tudott volna csak úgy hip-hop oda repülni, hanem azért, mert tud közben folyton megállt segíteni az embereknek. Ilyeneket csinált például, hogy esőt varázsolt nekik. Az asztrológus hozzátette, hogy az év leghangsúlyosabb és legpozitívabb hónapjai lehetnek az április, a szeptember és az október. A kakas, a majom és a patkány jegyében születettek különösen jól profitálhatnak az idén. Mire kell figyelnünk tehát nagyon erőteljesen? A forrásainkra. Mik lehetnek a mi forrásaink? Minden, amire tudunk támaszkodni, tehát a képzettségünk, a végzettségünk, az anyagi forrásaink, az erőforrásaink, a körülöttünk lévő kapcsolatrendszer. De akár a szüleinkre is mondhatom, hiszen a sárkány évében nagyon előtérbe kerül maga a család. A család, a kapcsolatok, a párkapcsolat. Tehát ezeket a dolgokat kell stabilizálni, és erre lehetőségünk is lesz. A sárkány erőteljes szimbólum, ami erőt, ambíciót és kreativitást hordoz magában. Ez az év kedvező lehet a nagy tervek megvalósításához és új projektek elindításához, alapozásához. Nem annyira fogunk látványos változásokat látni, inkább a lassú, jól megalapozott építkezés éve lesz ez. Abból hozzuk ki a legjobbat, amink van.